Hello, sziasztok, az én nevem Mize, és ez egy Manhunt videó lesz. Ez egy nem túl népszerű játék, mivel hogy az eltúlzott brutalitása miatt több államban is kitiltották. Ezt a videót egy nagy híres YouTube mesterünk inspirálta. Ő mintájára próbálom elkészíteni, nem másolni szeretném, csak az ő példáját szeretném követni, illetve elismerésemet szeretném kifejezni ezzel a videóval ő felé, úgyhogy innen is hatalmas nagy pacsi a Hitman 1, illetve Hitman 2 játék megcsinálásához, illetve felvételéhez. Nagyon jó videók lettek. Csak gratulálni tudok hozzá. Na, hát akkor kezdjük is el. Nézzük, mik vannak itt. Azt mondja, hogy nézzük. Select scene. Azt mondja, hogy ezeket akkor lehet feloldani, hogyha már játszottunk ezeken a szinteken. Ez egyébként egy régebbi játék, a Rockstar Games fejlesztette ki a 2000-es évek elején. A GTA 3 környékén, ahogy észre is fogjátok venni, egy-két hasonlóság majd fölcsappan, viszont nem nagyon fejlesztették tovább a játékot a mostani évek során, illetve a közelmúltban. Ennek még kiadtak egy második részt, de úgy annyi volt nekik, azt sem fogadták túl szívélyesen a nagy hatalmasan eltúlzott brutalitása miatt, ahogy az előbb is kifejtettem. Na, hát akkor kezdjük is a play. Nézzük, mik vannak itt. Elmozdult. Oké, nézzük. Brightness jó lesz, azt mondja. The best experience, man. Turn off the lights, close the tabs. Hát ez most... mondjuk, hogy a fele jó. Jó. Hát csak a buzik fognak a fétisen szenvedni. Nézzük meg a hardestet. Nézzük meg, mutassuk meg, kemény faszunk van. Nagyon jó, most a mi kivégzésünkről beszélt a hölgy. Nagyon jó. Hivatalosan ki vagyunk végezve. Ezt próbálta meg a tudtunkra adni, azt mondja. James Earl Cash, amire vagyunk. Ki kéne innen jutni, mert nagyon, nagyon szar helyen vagyunk. Be is vagyunk drogozva, nagyon kápszisok vagyunk. Nagyon jó. Közben felveszi ez a beteg állat, ahogy mi itt ezeket megöljük. Aha. Az ott a stammaniánk. Pause-kren. Pause-ban. Jó. Pillanat, csak meg kéne nézni, hogy vajon le lehet-e tiltani a... Jó, nem lehet. A brutális kivégzéseket valahogy, de
azt mondja, hogy csak hogy a YouTube ne lássa ezt a videót fenyegetésként, vagy hasonló hülyeségek. Na nézzük. Igen, itt oldalt lent lehet látni, hogy mi most éppen sötétbe vagyunk, most nem vesznek észre, most világosba vagyunk, most észrevesznek. Igen, igen, szuper. Ott van mellette zölddel az életünk, jobbra tőle, sárgával pedig a stammaniánk. Nézzük csak. Akkor jó, jó, szuper, fölvesszük. Jó, persze, mert ez kell nekünk. Szuper. Jó, itt nincsen igazából semmi, csak itt a csövesek itt néha ide szokták hordani a bevásárlókocsikat. Mert azon szoktak sütkérezni. Azt mondja, hogy jó. Fegyver kell ahhoz, hogy kivégezzünk valakit. Nagyon jó, szuper. Igen, itt meg fölborult egy hotdog szállító autó, ez szokta hordani nekem általában a hotdogokat, keddenként hozza. Ebédre azt szokta menni. Na nézzük. Szuper. Igen, itt magyarázza, hogy kell kivégezni. Szuper. Nagyon jó. Nagyon jó. Még nézzünk egy kicsikét körbe, mert hát, hogyha van itt még rejtett kincs, CCPD, hú, ez ismerős. Ez ismerős, valamelyik játékban volt, valamelyik GTA-ban volt, már megint egy visszautalás. Na nézzük, mi van itt. Itt van nekünk egy... Ez nem tudom mi, ez nincs. Nincs. Nincs információm. Na nézzük, hogy kell? Szuper, ez így jó is lesz. Bum. Nagyon jó. Nagyon jó. Megvertük. Hátulról, mint a szemeit ládák. Tök jó. Szuperek vagyunk. Nagyon jól haladunk. Sirály. Na, jó van. Jó van, tudjuk, igen, oda be kell bújni, igen, ez ilyen, ez egy ilyen játék, hogy el kell bujkálni. Ez nem egy annyira akciódús, de ez ilyen bujkálós. Igen, most magyarázza, hogy ha árnyékban vagyunk, akkor nem lehet minket látni. De viszont, hogyha látják, hogy bemegyünk, akkor beszoptuk. Azt mondja, hogyha pirosan villog, akkor mutatja, hogy baj van. Nagyon jó. Majd ide fog jönni egy idő óta. Nem, mivel lapulok oda az a hülye falhoz? Ah, space, megvan. Jó, királyság. Na nézzük. Most elméletileg árnyékban vagyok. Majd elméletileg ide fognak jönni. Jó, van, gyere már ide, öcsi. Nem érek rá, gyere, gyere. Nagyon jó. Nagyon szuper. Aha, igen, ezt így kell, szuper. Na nézzük meg, milyen a piros. Ez az. Megint megvertük hátulról, nagyon jók vagyunk. Ú, ezt meg is öltük, ajjaj. Szuper. Itt egy. Hopp. Kicsit nehezek vagyunk. Na nézzük, mi van még itt. Azt mondja, hogy... Ah, itt van! Igen, igen, azt mondja, hogy 50%-a felét fölviszi nekünk a helatunknak. Ez a... Helat... Befőtt, nem tudom. Szuper! Ide le lehet googolni mellé, kulázni, ide így. Nagyon jók vagyunk. Most már ezzel is megvolnánk. Na, haladjunk tovább. Azt mondja... Nagyon jó. Puszi. Hol vagy? Gyere ide, puszi. Na jön már a piros arcú fasz. Öcsi, ide gyere le, ne oda, mit csinálsz?
Haló! A fasz csinálsz? Hát ez megfejeli a falat, ez de van rúga. Gyere már ide! Haló! Öcsi! Gyere ide, te hülye! Itt vagyok, te majom! Ja igen, itt ki is lehet hajolni egyébként. Jobbra-balra. Aha. Aha. Szuper, jó. De hát ez egy idióta. Nagyon jó. Addig ide jövök kicsit melegedni, mert ilyen hideg éjszakánk van most itt, nem is tudom hol, Detroitba. Ez ilyen tipikus detroiti környék. Itt van megint helat befőtt. Na. Te idióta, gyere már ide. Halló. Hát ez... Halló. Most a kukát verjem meg, vagy mi van már? Jó, haladjunk, nem jön ide a hülye. Csá, itt vagyok, te gyökér. Hát akkor tapassunk ennél patkányt inkább. Azt mondja, ez az. Szuper. Ne ordipálj, gyere le! Bunyó van, hülye! Gyere ide! Halló! Nagyon gondosan odafigyeltek az effektekre, láthatjátok, hogyha a póznát ütöm, akkor pózna hangja van, a rácsokat, akkor rács hangja van, illetve a kerítés, bocsánat. Falatlanul pedig fal hangja van, szerencsére ilyen vasaklünk van egyébként, mert azért nem fáj nekünk, hogyha megütjük, igen. Szuper. Bunyó, nagyon jó. Azt mondja, hogy puff. Hát én mindent megvernék, de ez a hülye nem jön le. Most beltaposgatjuk itt a patkányokat. Gyere ide! Halló! Na jó, hát akkor... De hát nem jön le. Na, ez az, most ez az, sikerült. Na, itt van a zsákfejű. Gyere ide. Az anyádat. Az anyádat már, gyere ide, kapsz egy pofon. Anyád. Gyere ide, zsákfejű, megverlek. Hogy védekezelted? Csaló geci. Aha, középső egér van. Gyere ide, megrugdoslak. Ez az, szuper. Na most kinyílt nekünk végre az a rács, most arra el tudunk menni. De előtte fel kell vegyünk a befőttet. Jó van, tudjuk. Na, hadd rúgdossam még meg egy kicsit ezt az idiótát. Szuper. Na, ez így ide kifeküdt, nagyon jól. Na, befőtt, szuper, mehetünk tovább. Igen, ezeknél a kazettáknál lehet menteni egyébként. Nincs olyan, hogy menübe láthattátok is, nincs. Szóval, hogy a menübe van, de ahhoz föl kell venni. Igen, na, így már van értelme, persze. Na, hello. Szavasz. Nézzük fehérrel, mit csinál. Na, csak nyakon szúrja. Nem vészes. Na jó, nézzünk szét akkor, itt mi újság. Ó, helad befőtt. Jó. Szuper. Igen, Cash a nevünk, az a mi nevünk. És bezumboltál a falra. Igen, ez a beteg állat kamerákon néz minket, ott is van egy kamera, és
és azt mondta éppen, hogy neki, nekünk aztán mindegy, hogy ezek kicsodák, csak meg kell őket ölni, mert csak. Na nézzük, mik vannak itt, azt mondja. Árnyék van. Ó, befőtt van. Szuper. Szétcseszték a kocsimat. A jó Ford Escortomat szétbasztátok. Gyere ide, te majom! Gyere ide, mert megverlek. Megszurkállak, gyere ide. Téged is, te is kaphatsz. Szurkáld, szurkáld, szurk meg, ez az. Szurd meg még a földön. Nem jó. Nem jó. Na basszak. Anyám. És még rugdos a geci. Na jó, jön. Hát srácok, akkor ez... Oké, jó, szuper. Úgy tűnik, hogy összeomlott a játék, amikor megpróbálta visszatölteni. Akkor még egyszer. Na, még egyszer. Nagyon jó, szóval itt van megint a hölgy. Ugye az előbb összeomlott a játék, akkor folytassuk. Szuper. Fantasztikus. Na. Jó van, már ismerjük az alapokat, gyerünk, engedjél, Jocsi, megyünk. Megyünk, megverjük mindet. Jó, tudjuk, na. Gyakorlatilag egy gyilkossági filmet veszünk föl videóra. Mi vagyunk a főhős. Na. Jó, tudjuk, hogy ott vannak a csövesek, itt vannak az egyebek. Valaki ide teggelt egy hülyeséget. Látjuk, nagyon jó. Igen, oda van graffitizve. Meg egy drogéria van, nagyon jó. Na, verjük meg ezt a piros fejest. Szépen pirosba. Nagyon jó. Így lesz a piros fejesből kék fejes. Jó, most elmondja megint. Most mutatja meg, hogy ha kék, akkor biztonságban vagyunk. Ha piros, akkor viszont bajban vagyunk. Jó, mindjárt jön az idióta. Nem jön, megint megállt, szuper. Hello! Most elbújunk gyorsan. És most szépen lelopakodunk rá. Ezt is pirosba, ha lehet ígyni. Az okni fejűt megverjük. Nagyon jó. Na, itt van a befőtt, már megint, szuper. Fölvesszük a helad befőttöt. Megnézzük, hogy biztonságos-e a terep. Jackinkre rá van írva, hogy rabok vagyunk. Valahonnan megszöktünk. Megszöktettek minket. Oda rá van írva, hogy County. Mint hogyha hiányozna egy betű. Yail. County Yail.
Nagyon jó. Hát úgy látszik, hogy én az idióta verziót kaptam, mert már megint neki fut a falnak. Már megint fal az az idióta. Ó, szuper. Megoldotta. Szépen megverjük gyorsan. Vissza tudjunk térni, ahol befejeztük. Elfut a geci, hát le kell verni. Így, kész. Eléptünk a nyakára. Na, most, hogy már megint megvan. Jó. Na, megint fölvettük a mentővet. Szuper. Most gyorsan mentünk. Igen, itt történtek egy kis problémák. Igen. Mentség. Szuper. Na, jó. Kis probléma történt ott. Már rúgdossa a kukákat, mert ideges. Legyél ideges, hülye gyerek, mert megszurkállak. Nagyszerű. Ó, itt a befőtt. El ne felejtsük. Ide is el lehet bujkálgatni, de semmi értelme nincs kuka. Itt is mi is verhetjük a kukákat, tök jó. Na. Szuper! Itt a kés, reméljük, hogy most nem vesznek olyan gyorsan észre. Nem, most nem. Vagyis üvegdarab, bocsánat, nem kés. Jó. Szuper, oda lopakodunk. És akkor nagyon nézi ezt a bevásárlókocsira, biztos az akarja vinni. Nagyon anarchista fiú. Na tessék, bele is ültettük. Hopp, meg már ugrál is ez a bevásárlókocsi. Na nézzük, hol vannak még idióták. Ó, hát pont itt van. Itt van megint egy piros fejű, jó van. Nagyon nézi ezt a kukát ott. Na, meg is vagyunk. Na, szóval. Befőt most nem kell, mert nem vagyunk éhesek. Van a mentőv, már megint. Shaftpoint. Az első a miénk, el ne felejtsük. Szóval, azt mondja, hogy itt is van egy befőt. Hívjuk fel a barátnőnket, hogy csapdába vagyunk. Ja, hogy nincs. Na nézzük gyorsan. Gyorsan, gyorsan. Még egy üveg szilány. Szuper. Szuper jók vagyunk. Pont most mondta, hogy zörögni kell, hogyha föl oszlassuk őket egy kicsit.
Csak az a baj, hogy észrevettek. Jó. Jó, szerencsére ez egy idióta. Nagyon nézi azt a falat, biztos ott vagyunk benne. Biztos befalasztak minket. Nagyon jó. Már megint, tehát minden egyes gyilkossággal eltűnik ugye a fegyverünk, és ezért mindig kell keressünk egy újat. Ezeket általában zölddel szokta jelölni nekünk a játék, ami fegyver. Mint például... Ez itt. Szemetes zsák, jó lesz. Megpróbáljuk oldalról. Vagy akár el is bújhatunk ide, és akkor tuti jók leszünk. Megvárjuk, meg reagál rá. Hát nem reagál, hát akkor megyünk, megyünk, kész. Oldalról szépen. Csöndben elkapjuk. Így. Nagyon jó. Azt mondja, hogy most pedig kinyílt az ajtó. Viszont már nem tudunk többet menteni. Úgyhogy nézzünk körbe még mielőtt beugrunk. Itten a következő pályára. Itt van még egy fegyver, látjátok? Tehát ezek szét vannak szorva a pályán. És ezeket a zöld fegyvereket fel kell venni, mert ezekkel lehet gyilkolni. Tulajdonképpen ez egy gyilkossági film, hogyha úgy tetszik. Most ez mi? Oké. Jó. És akkor ezeket igazából így a pályán szétszórva vannak, és meg kell őket keresni, föl kell őket venni, mert ezekkel lehet csak megölni ezeket a majmokat. Nagyon jó. Egyébként nagyon látszik is, hogy mennyire részletes a játék, mivel hogy amikor megölöd ezekkel a szemetes zacskóval, space, akkor rajta hagyja a fején a zacskót. Na de nem hagyjuk itt a haverunkat, vele együtt elmegyünk. És nagyon jó. Nagyon jó. Már megint kezdi. Kamera is elmászik. Anyádat. Na jó, még egyszer. Befőd nem kell. Fegyver kell nekem. Ott a fegyver. Tudjuk, bazd meg. Nagyon jó. Tehát akkor az előbb alkalmazott taktikát fogjuk most is alkalmazni. Zörgünk neki. Ezek a szarháziak valahonnan tudják a nevünket. Fordulj meg! Kapsz egy bűvész trükköt. Esküszöm, jó trükk. Nézd, figyelj! Figyelj, hopp! Itt a kés, most, vagy üvegszilánk, most meg már itt van. Most meg már nincs szemed, kész. Mind a kettőt kiszúrtuk neki. Nagyon részletes, mert hogyha megnézzük, bezummolunk, akkor látjuk is, hogy tulajdonképpen kiszurkáltuk a szemét. Na, keressünk még egy kést. Itt van. Üvegszilánk, tök mindegy. Érdekes, ez nem tudom, valami szivar reklám? Na, zörgünk megint. Mindjárt idejön. A haverunk, aha, már megy is. Nem jön ide, mert hülye. Nem baj, ez nekünk elég, mert most hátulról szépen megint, mint az előbb. De most már kicsikét fogytám volna a türelmem, úgyhogy most már gyorsabban kellene csinálni. De nem kell aggódni, most se hagyjuk itt a haverunkat. Kinyílt megint az ajtó.
És mi pedig leugrunk. Nagyon jó, itt látjuk hogy hogyan teljesítettük a pályát, azt mondja, hogy időbónusz, az benne vagyunk, idő, úgy látszik 10 perc alatt járhat. Azt mondja, hogy egyet vertünk meg nagyon, hetet végeztünk ki nagyon, és fét is. Milyen fét is? Ez hülye. És a végpontszám az 5-ből 4, de mindjárt megnézzük, először is elmentjük megint. De hát én ezt töltöttem vissza. Jó, akkor legyen fét is, nem érdekel. Szuper, akkor innen folytatjuk a következő videóval. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy dislike-ot, hogyha nem tetszett, akkor pedig nyomjatok egy like-ot, vagy fordítva, vagy ahogy akarjátok. Köszi szépen, sziasztok!